Balázsit vár engem a Paddingtonon. Most jöttem ki a toalettből, aztán haladunk tovább. Ennyi bőröndünk van csak. Meg egy kis hátizsák. Semmi több. Ez a Szent Pankrászos állomás, innen fog indulni Párizsba, Jülötikivel. Úgy néz ki, mint egy kastély, patina. Hatalmas nagy. Bárki leülhet ide és zongorázhat. Másik oldalon meg egy lány zongorázik. Még amíg várják a vonatot az emberek, hallgatják a jó zenét. Fél óra is indul a vonatunk. Megvan az ülőhelyünk is. Ugye? Igen. 83-as szép tudatos vagyunk. Remélem jó helyre foglaltam. Nem értem, hogy egymás mellett ülünk. Szerintem meg a 17-es kocsma vagy. Nem már, elcsesztem volna. Hát... Ne. 83-as szép 84-es szép 17-es kocsma. Látom. Cicu, valamit te nézd meg. Valamit te elrontottál rajta. Jó, kamu. Csak átvert. Nagyon-nagyon hosszú a vonat, amivel megyünk. Ott a vége. Na, most meg én voltam toaletten, és a feleségem várt rám, a párizsi pályaudvaron. Az első esős napunk Párizsban. A Rue de Passy-n vagyunk. Követjük a főmérnököt. Nem, mert csak olyan ez a rész, ahol most vagyunk. Mint az ötödik kerület, hogy lehet. Erre, de ott áll. Ez a hátunk, ahol érzik. Oda fogunk főmérni az Eiffel toronyra. Sajnos most egy kicsit rossz időnk van. Csöpörög az eső. Csöpörög? Hullik a nyakunkba. Tehát nem baj. Párizs. Fölmegyünk. Hát hozzászoktuk az angol idővel. Fölmegyünk. Úgyhogy... Megnézzük az esti fényeket. Az esti fényeket. Megnézzük az esős esti fényeket. Adakozás az ernyővel a szélben. És így volt. Majd megmásszuk. Alatta vagyunk a közepén az Eiffel toronynak. A legnagyobb szélben is 6-7 centit leg csak ki. Egy gyönyörű aktás. Azt hittük, valami rozsdás van, de nem, gyönyörű szél. Szélvédettel helyen azért valami mögöttük az orkán szokogását. Minden nézzük, hogy gyönyörű szél. Minden igaz, ott a hátunk mögött van az a nagy épület, a magas épület, majd nappal oda föl fogunk menni, oda.
ad. És onnan meg nappal fogjuk látni szembe az Eiffel tornyot végig. De nagyon nem tudunk itt most videózni, de a fényképeket megosztjuk. Azt meg. Most nem süvít, mert itt védett. Most nem, védett helyen vagyunk. Még jó, hogy nincs hajam, különben már lefújta volna. Az a baj, hogy a mobiltelefonnal nem tudjuk úgy visszaadni videón keresztül, hogy milyen gyönyörű. És az első emeletről világítunk fölfele. Károly, most nem látunk rá. Nem padló, mint itt lépkedünk. Ez az első szint. Igen. A picikék itt az emberek. Pedig csak 57. Csak. Csak. Minden órában van egy ilyen a karácsony folyamatolás. Mindegyik pillére csak itt. Ez kívülről lenne most nagyon szép, csak pont bent vagyunk. Igen. Pont benn vagyunk, mert... Egy jó forró teát iszunk, a szétfújt fejünket felmelegítettük egy kicsit. Citromosan. Lesüvítette a szél a fejünket, úgyhogy egy kis teával megmelengedjük. Azon a második szinten voltunk először, majd lejöttünk ide. Nem mentünk fel a csúcsra. De egy hatalmas élmény, aki Franciaországban, illetve Párizsban jár, az jöjjön el látogasson a lehetőséget.